estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Önök a Kanizsa Televízió közügyekkel és közrendvédelemmel foglalkozó magazin műsorát a Közérdekes látják. Mai adásunkban szó lesz a Magyar Honvédség múltjáról és jelenéről, valamint az autóipar helyzetéről és a kanizsai vasútpark állapotáról is. Tartsanak velünk! Aki követte korábbi adásainkat, emlékezhet, hogy műsorunkban nem csak a katonai jelennel, hanem a múlttal és annak ápolásával is foglalkozunk, és ez ezúttal sem lesz másként. A Hadak útján programsorozat legutóbbi állomásán az egyik leghíresebb vadászpilóta, Molnár László élete elevenedett meg. Mintegy 130 bevetésen vett részt vitéznemes Molnár László, amelyek során 27, más források szerint 25 igazolt légi győzelmet aratott. Egyike volt azon keveseknek, akik katonai teljesítményükkel kiérdemelték a magyar tiszti aranyvitézségi érmet. 1944-ben bekövetkezett hősi halálakor nem akadt nála eredményesebb magyar vadászpilóta. Posgai Péter, tartalékos főhadnagy gyermekkorában ismerte meg a 23 évesen elhunyt pilóta történetét, amelyet számos rendezvénnyel igyekszik ápolni. Szerinte az a hazaszeretet, amely az egykori elismert tisztet jellemezte, példát mutathat a mai fiataloknak is. Én Sopron-Bánfalvi születésű vagyok, és Molnár László a Sopron-Bánfalvi hősi temetőben nyugszik. Igen jellegzetes sírban, amit szobrász édesapja készített, lezuhant repülőjének a tollaiból, tehát ez egy igencsak különleges sír, ami már a gyerekkoromban is megragadta a tekintetemet, és ismertem a történetét. Hogyan igyekszik ápolni az ő emlékét? Igazából ő 1921-ben született, és így adta magát, hogy 2021-ben a születésének 100. évfordulóján egy nagyobb szabású megemlékezést tartsunk. Ez gyakorlatilag az első nagy Molnár László emléknap volt, amit azóta minden évben augusztusban tartunk meg, és ezt megelőzően pedig a családi könyvkiadónk adta ki Sarkadi professzor úrnak a Oroszlán a pumák között című könyvét, ami szintén Molnár Lászlóról szól. Melyek azok az értékek, amelyek a jövő generációinak is inspirációt nyújthatnak Molnár Lászlóval kapcsolatban? Molnár Lászlónak a személyiségét és a tetteit átsütik a feltétlen hazaszeretet, illetve a szeretet a szűkebb és tágabb családja iránt, a tágabb családja alatt a magyarságot értem elsősorban. Úgyhogy ez a sütő hazaszeretet, ami minden leveléből visszaköszön, és a cselekedetei, tehát az a hihetetlen bátorság, amivel a teljesen egyenlőtlen küzdelembe is nap mint nap belevetette magát a hazavédelmében, ez mindannyiunk számára egy igencsak pontos iránytűt mutat. A Hadak útján előadássorozat 2 évvel ezelőtt azzal a nem titkolt céllal indult, hogy bemutassa a magyar történelem ismert és kevéssé ismert hőseit. A mostani program abból a szempontból is különleges volt, hogy 2 prezentációt hallhattak a helyiek. A meghívott vendégeink vállalták, hogy az egész napjukat itt Nagykanizsán töltik velünk, ezért 11 órai kezdette itt a Halis István könyvtár nagytermében általános iskolás és középiskolás diákoknak, valamint kadétoknak volt egy előadás. Gyakorlatilag a mostani esti előadásnak egy rövidített változata, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a mai világban különösen a fiatalokat megszólítani ezekkel a történetekkel, hiszen mint ahogy Szent Györgyi Dezső, úgy Molnár László élete, bátorsága, hűségessége is mindenképp egy követendő példa. Posgai Gyula grafikust gyermekkorában ihlette meg a levegő magyar katona hőseinek története, és úgy döntött, életútjukat képregényben örökíti meg. Az első történet, amiről képregényt csináltam, az a nagypapámnak a II. Világháborús története, és tőle tanultam a rajzolás alapjait is, és úgy gondolkodtam, hogy ha van valaki, akitől rajzolni tanultam, és sok sztorit hallottam tőle, akkor ennek a legszebb megemlékezési módja talán a képregény lehet. Mit érdemes tudnunk az ön nagyapjának katonai múltjáról? A nagypapám a II. Világháborúban a légierőnél szolgált, 2 motoros gyorsbombázó, Messerschmitt 210-esen volt hajózó távirász, ami azt jelenti, hogy a rádiót, a navigációt és a hátrafelé tüzelő védekező nehézgéppuskákat kezelte.
mennyire van helyén kezelve ezeknek a pilótáknak a története? Tehát mennyire voltak ismertek azelőtt, hogy megalkotta volna ezeket a képregényeket? Hát nem az én képregényem hoztam meg számukra az ismertséget, bár nyilván vannak olyanok, a nagypapám az például teljesen ismeretlen volt, mert ő egyrészt nem is pilóta volt, csak lövész, de plusz a gyorsbombázók ugye kevésbé voltak ismertebbek, de egyébként a legnagyobb magyar ászpilóták, ők azért azok személyben, akiket érdekel a történelemnek ez a szerete, azok ismertebbek. A képregényekkel kapcsolatban van egy olyan sztereotípia, hogy ez még mindig a gyermekeknek szóló műfaj inkább, ez egyrészt nem igaz, másrészt viszont mennyire volt cél, hogy a gyermekeket is megismertesse ezzel a történettel, ezekkel a történetekkel? Hát amit csinálok, az nem gyermekkönyv, tehát ez sokkal inkább ilyen illusztrált dokumentum. A stílusa is ugye egészen fotorealisztikusan próbálom ábrázolni ezeket a jeleneteket. Másrészt egyébként az valóban igaz, hogy Magyarországon az emberek többségében ez még úgy él, mint valamilyen gyermekeknek szóló karikatúra, vagy mese, vagy valamilyen humoros kis történet. Viszont ezen igyekszünk változtatni. Azért fogalmaztam több eszámban, mert nem csak én dolgozok történelmi, komolyabb témájú történelmi képregényeken, hanem a sok képregényalkotó barátom, ismerősöm is, és igyekszünk megváltoztatni ezt a hiedelmet. Lesz folytatása ennek a, hát most már mondhatjuk, hogy sorozat, hiszen több kötet is megjelent, lesz olyan pilóta, akinek feldolgozza még az életét? Igen, jelenleg is dolgozok, most Vitéz Szentgyőri Dezsőnek az életén dolgozom, és utána is vannak még tervben még kevésbé ismert pilóták. Hogyan zajlik egy ilyen kutatómunka egy ilyen képregényhez? Hát a kutatási részében szerencsére nagyon sok segítséget kapok profi és amatőr történészek, kutatók, roncskutatók, makettezők, tehát mindenki, akit érdekel, pilóták. A jelenlegi esetben Szentgyőri Dezsőnek a fia és az unokája is él, és mind a ketten, hát a fia az már nyugdíjas, de ő is pilóta volt, és a fia, aki szintén Szentgyőri Dezső, mármint a Szentgyőri Dezső fia is Szentgyőri Dezső is pilóta volt, az ő fia szintén Szentgyőri Dezső is most aktív pilóta, és ők is segítenek ebben, tehát ők az idősebbik Dezső, ugye ő első kézből ismerkedett meg ezekkel a sztorikkal, és szerencsére nagyon-nagyon sokan segítenek, és lelkesen adják át ezeket az információkat, mert úgy érzik, hogy, és ami számomra megtiszteltető, hogy én tudok hozni egy olyan színvonalat, amivel ezt méltó módon meg lehet emlékezni róluk. A programsorozat május 15-én folytatódik, amikor az első világháborúban szolgáló, aranyvitézségi éremmel kitüntetett katonák történetét ismerhetik meg az érdeklődők. 178 katona tett esküt a város főterén. A honvédek mindannyian az egységes alapkiképzési programon vettek részt. Kutnyánszky Zsolt védelmi politikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, a katonai készültség elengedhetetlen az ország békéjének és biztonságának fenntartása érdekében. Vizászlóalj! Vigyázz! Fogadás jobbról! Önök városa és a térség példát ad abból, hogy miként lehet Magyarországot a 21. században hazafias érzülettel elkötelezetten szolgálni. A szomszédban dúló háború megmutatta, hogy Magyarország békéjét és biztonságát csak úgy garantálhatjuk, ha megerősítjük az ország védelmi képességeit. Az a célunk, hogy korszerű, modern eszközökkel ellátott, korunk biztonsági kihívásaira megfelelő választ adó erős honvédségünk legyen. A kormány etéren elkötelezett. A nehéz időkben kemény emberekre van szükség. Önökre van szükségünk, önökre, akik ma esküvel fogadták, hogy Magyarországot híven szolgálják, hűséges honvédei lesznek. A magyar honvédségben egy összetartó közösség tagjaként önök nem csak a hazáikat fogják védeni, hanem családjukat, az álmaikat és több millió magyarnak a szabadságát is. Indulj!
A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési programja azt jelenti, hogy a Magyar Honvédségben mindenkinek ugyanazt a kiképzést kell végrehajtania, amikor valamilyen fajta szerződés köt a Magyar Honvédséggel. Ezek lehetnek tartalékosok, lehetnek szerződéses katonák, illetve hivatásos katonák, valamint lehetnek önkéntes katonai szolgálatra jelentkező katonák. Ez azt jelenti, hogy a bevonulásuk után elsősorban 5 hétig egy nagyon intenzív fizikai és egy harcászati felkészítésen vesznek részt, megtanulják az alaki fogásokat, megtanulják a fegyvereiknek a kezelését, éleslő gyakorlatokat hajtanak végre, illetve minden olyan területen kipróbálják magukat, ami a katonai életre jellemző. Mik a tapasztalatok, akik ezt elvégzik, az esküvőtétel után hogyan folytatják tovább? Tudják folytatni a szolgálatukat a tartalékos rendszerben, tudják folytatni a szolgálatukat a szerződéses katonaként, illetve hivatásos katonaként az ország minden alakulatánál. Most jelen pillanatban Nagykanizsán 178-an tettek ilyen esküt. Ezek között a katonák között jelentős számban vannak területi tartalékosok, amelyek az ország 6 pontjából érkeztek, illetve vannak szerződéses katonák is, akik különböző az új haditechnikai eszközökre való felkészítést fogják megkezdeni a következő hetekben. Miért tartják fontosnak a toborzás népszerűsítését, illetve mennyire van elkötelezettség a mai fiatalokban ez iránt a pálya iránt? Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb érdeklődés a Magyar Honvédség irányába. Elsősorban a területvédelmi tartalékos rendszer az, amely egy új szolgálati formát jelent mindenki számára, ami azt jelenti, hogy az ország minden megyéjében, minden megyeszékhelyén elérhető az a szolgálati forma, amit munkája mellett, tanulmányai mellett, akár hétvégén kint is katonai kiképzéssel tudja tölteni, és ezzel tudja szolgálni Magyarországot. Te miért jelentkeztél erre, hogyan élted meg az alapkiképzést, és mi a jövőbeli terved? Már régóta gondolkoztam a honvédségen, nekem most jött el az időm. Én erre, mint hivatásra tekintek. Én bíztatok bárkit, akiben ez a gondolat már régóta a fejben ott mocorog, hogy ha még bizonytalan, akkor is a tartalékos rendszert mindenképp próbálja ki. Számtalan lehetőség van a honvédségen belül, és szerintem mindenki megtalálja a saját számítását. A kiképzés alatt tereptantól, harcászaton át egészen az egészségügyi képzésig számos dologban volt részünk, és várom a további kihívásokat. Alapkiképzésig egyik legfontosabb eleme volt. Miért fontos, hogy ma itt vagyunk Nagykanizsán, hogy ha jól tudom, akkor önnek személyes kötődése is van? Igen, személyes kötődésem van. 35 évvel ezelőtt, 89. szeptember 1-én itt kezdtem meg az első tiszti beosztásomat. Nagyon sok kellemes élmény és emlék fűz ehhez a városhoz. Akkor is csodáltam, és ma is csodálom a történelmi múltját, hiszen a magyar hadtörténelem egyik fontos helyszíne volt Nagykanizsa, és nagyon komoly katonai szervezetek működtek itt a városban, és szeretnénk, hogyha ezt a katonai kultúrát vissza tudnánk hozni a városba, hiszen Nagykanizsa állampolgárai, az itt élő állampolgárok nagyon odaadóak a hazájuk iránt, és támogatják a katonai szolgálatot. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik gondolkodnak, hogy erre a pályára lépnek? Én azt üzenem ezeknek a fiataloknak, hogy legyenek bátrak. Próbálják ki magukat, olyan új kompetenciákat, készségeket tudnak megtanulni a katonai szolgálat során, amelyet sehol máshol nem tudnak, és ezek nem csak a katonai szolgálatnál hasznosak, hanem a magánéletükben, a polgári életben is nagyon hasznos. Én azt kérem a fiataloktól, hogy a nehéz döntést azt próbálják ki mondjuk tartalékos szolgálattal, hiszen az önkéntes tartalékos szolgálat az arról szól, hogy amikor nekik szabad idejük van, tanulmányaik mellett, munka mellett, akkor tudnak katonai kiképzést csinálni, amikor ők ráérnek. Próbálják ki magukat, tegyék próbára saját fizikai képességeket, szellemi képességeiket, és hogyha úgy gondolják, hogy megállták a helyüket, akkor várjuk őket nagy szeretettel egy hosszabb szolgálatra is, de ha nem, akkor is örülünk, ha részt vesznek a honvédség támogatásában bármilyen módon. Jó
Jóval többen vásárolnának új autót, mint használtat. Ez a tapasztalata a megkérdezett márka kereskedés vezetőjének. Az infláció hatása az autóipart sem kímélte az elmúlt években, azonban a szakértő szerint 2024 első hónapjaiban pozitív változás volt megfigyelhető a keresletben, ami a használt autók árának emelkedésével is magyarázható. Az infláció és a világjárvány hatása számos területen volt érezhető az elmúlt időszakban, így az autók iránti keresletben is jelentős visszaesés volt megfigyelhető. Míg a 2010-es évek elejétől fellendülést tapasztaltak a piacon, addig 2020-tól csökkenő tendenciát mutatott az értékesítések száma. A jelenlegi gazdasági helyzet, illetve amit az elmúlt években tapasztaltunk, infláció milyen hatással volt erre? Mint szerintem majdnem mindenre negatív hatással volt. Tehát 2010 és 2020 között az új autók, illetve a használt autó értékesítések folyamatosan emelkedtek. 2020-tól visszaesés tapasztalható volt, tehát kb. 15 ezer autóval lett kevesebb értékesítve országosan, Magyarországon az új autókból, és arányosan kb. Ennyi volt a használt autóknak is a változása. És főleg az infláció, illetve az infláció emelkedésével, banki konstrukciók változásával, az emberek megijedése, félelme, aggodalma miatt is egy picit hátraesett. Most ez változni látszik. Tehát azt látjuk, hogy az első negyed évben sokkal nagyobb az érdeklődés az új autók iránt, mint a használt autók iránt, és meg is emelkedett. Tehát az a trend, amit látunk Európában, az európai átlag a tavalyi első negyedévhez képest az 15%-os emelkedés. Magyarországon ez még egyelőre még csak 3% a tavalyi évhez képest, de még így is kevesebb, mint a 2020-as évekhez képest. Most nézzük azt, hogy az európai helyzet és az országos helyzethez képest Kanizsán mit tapasztalnak? Kanizsán azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. És az az érdekes, hogy nem csak Kanizsán, hanem valamiért pont múlt héten ketten is jöttek az ország északi részéről, konkrét autótípusra, mert az érdeklődés annyira megrendült, hogy gyakorlatilag az ország nagyobb részéről jönnek ide. Budapestről érkezett vásárlónk, illetve kaptunk ajánlatot Nyíregyházáról, hogy szeretnének tőlünk vásárolni, tehát emelkedett. Ennek több oka is van. Egyrészt szeretnénk aktívan részt venni a marketingben, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk rá. Pont a múlt hétvégén a Városnapján is kint voltunk, és játékokkal vártuk a gyerekeket, családokat. Tehát én úgy gondolom, hogy milyen szempontból egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagy az érdeklődés. És ennek oka az, hogy egyre többen látják azt, hogy megéri új autót vásárolni. Elsősorban a garanciális szervizek miatt, illetve a használt autókat, nem is szervizek, hanem a magán tulajdonosok, amikor el akarják adni az autókat, gyakorlatilag olyan árakat adnak meg, ami miatt már érdemes új autóba gondolkodni, és ezért döntenek mellettünk. Azt említette, hogy a jelenlegi helyzet már valami pozitívumot sejtett. Ez milyen változást vetít elő a jövőre nézve? Az, hogy egyre többen fognak új autót vásárolni gyakorlatilag. Ugye mindig érdekes az autópiac. Hogyha megnézzük azt, hogy az SUV-k és az SUV-k térnyerése emelkedett, illetve az elektromos autók, hibrid autókra a megnövekedett érdeklődés az, ami fogja változtatni a piacot. Nyilvánvalóan mind a három márkánkkal errefelé törekszünk mi is. Egyre többen keresek ezeket az autókat, a családi autókat, minél nagyobb legyen, minél tágasabb. És én azt látom, hogy nagy családok a fő vásárlók, és most már lassan a cégek is kezdenek gazdaságilag magukhoz térni, és emiatt az ő általuk lévő vásárlás is emelkedő stádiumban van. Most még egy picit visszatekintve a gazdasági helyzetre, az árérzékenység mennyire jelenik meg a vevőknél? Természetesen megjelenik. Tehát én úgy gondolom, hogy az autóvásárlás, amit nem minden nap teszünk meg, tehát az azért még mindig egy drágább kategória, mindig egy úgymond egy luxus cikk, természetesen megjelenik. De én úgy gondolom, hogy pont azért, mert hogy nem minden nap veszünk autót, és jól meggondoljuk, hogy mire költjük a pénzünket, mert tényszerű, és ez letagadhatatlan, hogy az inflációval minden értékesítés egy picit háttérbe szorul, főleg ugye a luxus termékek. És azokon belül az autóknál is inkább a
középkategóriás autóknak az értékesítése ment hátra. Tehát ez a, még a 2008-as válságnál is úgy volt, hogy a luxus autók nem szenvedtek akkora hátrányt, mint a középkategóriás autók. Károsi Gergő hozzátette, a használt autók árai az utóbbi időszakban nagy mértékben emelkedtek, ami azt eredményezte, hogy az egyre csökkenő árkülönbség miatt jóval többen választanak új autót. Mi anyagiakban nem tudjuk ezt felkarolni, de fontos lenne, hogy a város ne hagyja tovább romlani a vasúti értékeit, fogalmazott Lengyák István, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke. Korábban felhívtuk a figyelmet az egykori Lokomotív Express hányattatott sorsára, most az Adi út végén található vasútpark helyzete kapcsán kerestek meg minket nézőink, olvasóink. Ott a legutóbbi felújítás 12 éve volt, 3 millió forintból, most nagyjából a tízszeresére tehető az a büdzsé, ami elég lehetne a gépek restaurálására. Tavaly nyáron forgattunk az egykor büféként is szolgáló szerelvénynél, tekintsünk bele az akkori összeállításba. A 424-es elkerült Budapestre, a most látható mozdony korábban egy gázgyárban szolgált, aztán jött Nagykanizsára. A 2013-as felújításnál a büdzsé csak a mozdony szépítésére volt elég, a szerelvénykocsikat nem építették át. Lengyák István szerint akkor sem volt egyszerű dolga a civil szervezeteknek, de a mai finanszírozási és vasútpolitika mellett szinte lehetetlen egy ilyen kezdeményezést sikerre vinni. Mostanában az, mondjuk így, hogy az alulról jövő önszerveződő civil szervezetek szinte teljesen kiesnek, mondjuk így, hogy a központi támogatások, a pályázatok lehetőségeiből. Nem akarom elbagatelizálni a dolgot, de jobbára az államilag szervezett mesterséges egyesületek azok, amelyek a pénzeket kapják. A teljes szerelvény felújítása Zsoldos Tamás becslése szerint ma 100 milliós tétel lenne. Ha 100 milliót nem is, de a vasútpark kiállított gépére is fordítani kellene. 12-13 éve a legutóbbi felújításnál Lengyák István szerint nagy szerencséjük is volt, hiszen akkor volt 150 éve, hogy átadták a déli vasút Budapest-Nagykanizsa vonalát, így a társaság részéről is támogatták az elképzelést. Mindezek mellé a Cserháti iskola diákjai, pedagógusai és a helyi vasúti javítóművei szakemberei is odaálltak. A kerekasztal vezetője úgy csatszolja, mintegy 150-en dolgoztak akkor a gépek megszépítésén. Ha gondolunk a megyegőzös Kanizsára népdallá vált műdalra, akkor igencsak, hogy mondjam, lényeges lenne, hogy a dal, a kedves kis dal, meg a Magyarországon azt hiszem mindenki által ismert dalnak az emlékére, vagy ha nem is az emlékére, de a hasonlóságára, ezeket is rendbe kellene hozni. Ez a vasútpark amúgy nagyon-nagyon szép volt, most is szép, igazából egy kis takarítással rendbe tehető, és gondolom, hogy majd a takarítás világnapján április 22-én lesz is rá lehetőség, hogy ismét egy kicsit megújuljon. De a lényeg az, hogy itt állnak olyan felbecsülhetetlen értékű vasúttörténeti emlékek, amiket mindenképp meg kellene óvni. Utoljára ezeknek a karbantartására, vagy ha úgy tetszik, felújítására 2011-ben került sor, azért már akkor volt a déli vasútnak a 150 éves évfordulója. És akkor a MÁV is, meg a közlekedési minisztérium is nagyon nagy mennyiségű pénzzel állt hozzá, több mint 3 millió forinttal, hogy ez az egész megújuljon. Na, de hát azóta eltelt már jó pár év, és azóta ez a 3 millió forint ma már úgy érzem, hogy 300 millióvá növekedett a pénz értékének a romlása miatt, és ugyanakkor ezek az emlékek itt mindjárt előttem, ez a 424-es mozdony, akkor mögöttem az az úgynevezett petróleum kocsi. Persze nem petróleumot, hanem olajat szállítottak főleg benne, de a köznép petróleum kocsinak nevezte, aztán mögötte az a
385-ös kis mozdony gyönyörű, de a legértékesebb érdekes módon nem ez a hatalmas mozdony, hanem a hátunk mögött lévő úgynevezett darus ellensúlykocsi. Mert ez a legrégebbi az összes közül, és ráadásul ez ma úgy tudom Közép-Európában az egyetlen vasút, illetve darus ellensúlykocsi, ami megmaradt. Tehát mindenképp érdemes lenne a felújítása. És hát van itt még egy úgynevezett vasúti hajtány, amivel valamikor, hát mint egy biciklivel közlekedtek a pályafenntartásnak a munkásai, hogy ellenőrizik a sineknek az állapotát. Lengyel István kiemelte, a szándék bennük megvan, hogy ismét segítsék a felújítási munkákat, de önmagukban ők már kevesek lesznek ehhez. Akkor is kevesen voltunk hozzá, vagy kevesek voltunk hozzá, de akkor olyan támogatást kaptunk, egyrészt a fűtőház főnökségtől, másrészt a MÁV-tól, aztán a Vasúttörténeti Múzeumtól is, valamint, hát ne felejtsük el a Cserháti iskolát, akinek a diákjai a, mondjuk így, hogy a technika óráik alatt is jöttek ki, és végezték el a rozsdátlanítást, majd utána a festésben is részt vettek. És hát ne felejtsük el az, hogy ez a vasútpark ma itt, a Cserháti iskola előtt így néz ki. Az köszönhető annak is, hogy a diákok közül nagyon sokan itt töltik egyrészt a szünetek egy részét az iskola ideje alatt, a tanítás ideje alatt, de utána is figyelnek a parkra. Ezért mondtam, hogy egy apró takarítással ez megint csodaszéppé tehető. Ráadásul az iskola akkor 2011-ben védnökséget vállalt az iskolának a diák szervezete a vasútpark felett, és ők ezt a védnökséget tartják is, tehát gondolom, hogy ebben az áprilisi takarításban is majd bizonyára részt fognak venni. Na most mi civilek mindenképp kevesek vagyunk ehhez. Egyrészt a valódi civil szervezeteknek oly mértékben megcsökkent a pályázatokon való támogatása és egyéb anyagi támogatása is, hogy mi valójában már a szervezésen kívül nem sokat tudunk tenni, tehát anyagilag mi nem tudjuk már támogatni azt, hogy ezek a csodálatos emlékeink megújuljanak. Pista bácsi a vasúti javítóműhely szakembereitől egy tervezetet is kapott a felújításra. Ez minimum 30 millió forintban jelölte meg a szükséges forrást. Egy irányterv tehát már van, már csak a támogatóknak kellene jelentkezniük. Adásunk végén a műsor szerkesztője Kálovics Tibor nevében is köszönöm kitartó és megtisztelő figyelmüket. Legközelebb egy hónap múlva várjuk Önöket a közérdekessel. Viszontlátásra!